Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy a szűnni nem akaró világjárvány hatására egyre nagyobb szükségét látjuk, és egyre fontosabb, hogy megfelelő módon történjen majd, és nem csak Magyarország számára, az egész Európai Unió számára, a 2020 utáni, 21 utáni több éves pénzügyi ciklus. Viszont én nem az Európai Unióról, és megmondom őszintén, még csak nem is feltétlenül az egész magyar úthálózatról szeretnék, és az infrastruktúrális fejlesztésekről szeretnék beszélni, hanem szűkebb hazámról, hiszen én születésem óta Heves megyében élek, ott voltam polgármester, és én azt gondolom, hogy a helyi viszonyok tekintetében arról tudok leginkább érdemben beszámolni. De hogy miért is, és mi is a helyzet Heves megye tekintetében? 2020-ban Heves megyében több mint 5,2% ponttal maradtak el a foglalkoztatási mutatók az országos átlagtól, és közel 10%-kal, egészen pontosan 9%-kal kerestek kevesebbet az országos átlagnál. Térségünk az országos átlaghoz képest mérhető elmaradottságának több oka is lehet, ezek közül az egyik a közúthálózat fejlesztésének a területén keresendő, annak a hiányában található meg, hiszen bár az elmúlt időszakban, az elmúlt években történtek közúthálózati fejlesztések, ezekről elmondható, hogy még mindig nem megfelelőek, nem kielégítőek, márpedig lenn egy vállalkozás számára, egy turisztikai vállalkozás vagy gazdasági vállalkozás számára az elsődleges és legfontosabb célkitűzés, hogy az adott területet milyen gyorsan, milyen minőségben tudja elérni, ezáltal tudja vállalkozását oda telepíteni, ennek hiányában viszont ez a vállalkozás fejlesztés elmarad. Mind gazdaságilag, mind turisztikai szempontból rendkívül fontosak a közúthálózati fejlesztések ezen a területen. Nyugodtan mondhatom, hogy a vidék úthálózatának a fejlesztése, ami egyébként még ezentúl, még véletlenül sem utolsó sorban, az ott élők biztonságát, létbiztonságát, életszínvonalának növekedését vonzhatja magával, egyébként a vidék megtartó erejét is erősíteti. Nagy előrelépést jelenthetne a 23-as számú főút 2x2 sávosra való szélesítése, a gyöngyösi nyugati elkerülő útnak a megvalósulása, és a kis települések közötti úthálózatoknak a fejlesztése, illetve a kis településeken áthaladó úthálózatoknak a fejlesztése. Én vettem a fáradtságot, és konzultáltam a megyei fejlesztési program keretében a polgármesterekkel. Bár azt az utasítást kapták egyes polgármesterek, hogy ne válaszoljanak a kérdéseimre és kérésemre, hál' Istennek sokan megtették, és ez alapján, hiszen az ő véleményük is ezt tükrözi, kérdezem öntől, az alsóbrendű utak fejlesztése tekintetében mit kíván tenni a kormány, és kíván-e lépéseket tenni a leszakadó régiók fejlesztése és felzárkóztatása tekintetében a közúthálózatok megújítása nyomán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ, mint említettem, Sanda Tamás államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár úr, önné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ön szóba hozta Gyöngyöst, éppen ezért nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy mi folyik a városban. Ugyanis, mint emlékezetes, a város önáltal is támogatott baloldali polgármesterét cseppet sem érdekli az úthálózat, sem pedig a városban élőknek a sorsa. Ő a koronavírus járványban is azzal volt elfoglalva, hogy hogyan kaphat VIP orvosi ellátást és oltást soron kívül. Ez azért igazán felháborító. És ez jól mutatja az egész baloldal hozzáállását is, hogy csak magukkal törődnek, és semmi más nem érdekli önöket. Tisztelt képviselő úr, a magyar kormány kiemelten kezeli a közúti infrastruktúrának a fejlesztését, nem úgy, mint tették az önök szövetségesei, amikor hatalmon voltak. Az útprogram keretében 2016 és 2024 között összességében mintegy 3200 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések,
2010 és 2021 között nagyságrendileg 530 km gyorsforgalmi utat építettünk, és a 2010-ben az volt a helyzet még, hogy mindössze 3 2x2 sávos gyorsforgalmi út ért el az országhatárt, és 14 megyejogú város volt így elérhető. Ezzel szemben mára már 7 gyorsforgalmi út ér el az országhatárig, valamint 20 megyejogú város közelíthető meg. Ezeket a fejlesztéseket is tovább visszük. Az ön által említett 23. számú főút Bátony-Terenye és Szentdomonkos közötti szakaszának fejlesztését szintén tartalmazza az útprogram, tisztelt képviselő úr. Másrészt örömmel tájékoztatom arról, hogy a kormány döntésének értelmében 74 közúti projekt előkészítése kezdődik meg. Köztük az a projekt is, amelyet Horváth László, a térség országgyűlési képviselője kezdeményezett, ez pedig a Gyöngyös elkerülő úté. A nyugati szakaszon a kiviteli terv előkészítése az útprogram keretében már elkészült. Az idei évben a területszerzési feladatok, majd a kivitelezésre, vagy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indulhat meg. És a nyugati elkerülő folytatásaként pedig megkezdtük az északi elkerülő előkészítését is. Folyamatban van már a tanulmányterv és a környezetvédelmi munkarészeknek a készítése. Tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy tájékoztassam arról is, hogy Heves megyében az országos közúthálózaton 2010 és 2020 között Európai Uniós és hazai forrásból 204 km úthosszon fejeződött be útfelújítás. 2021-ben pedig összesen 567 útfelújítási projekt valósulhat meg az országban 1518 kilométeren, illetve 22-ben további 26 útszakasz felújítása valósul meg. Tisztelt képviselő úr, ön hivatkozott foglalkoztatási adatokra is, engedje meg, hogy itt is felhívjam a tényekre a figyelmét. A megyében a helyi vállalkozások jelentős munkahelyteremtésének eredményeként a foglalkoztatási szint 52,6%-ról 69,1%-ra javult az elmúlt évtizedben. A foglalkoztatottak száma 10 év alatt 18 ezerrel bővült, miközben a munkanélküliek száma kevesebb, mint a harmadára esett vissza. Ennek következménye az is, hogy a megyei nettó keresetek a duplájára nőttek a 2010-es kormányváltás óta eltelt időszakban. Kérem tisztelt képviselőt, hogy ne hallgassa el ezeket az eredményeket, és ne becsülje le a hevesi embereknek a teljesítményét, hiszen amikor nem beszél ezekről az eredményekről, akkor eltagadja az ő eredményeiket is. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem Dudás Robert képviselőt, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Köszönöm a szót, elnök úr. Szívesen elfogadnám, ha kaptam volna választ, de ez válasznak nem minősül, amit államtitkár úrtól hallottam. Egyébként köszönettel veszem, mert rávilágított arra, hogy milyen különbség van az elmélet és a gyakorlat között, és nagyon jól mutatja az államtitkári válasz azt, hogy Budapestről a vidék problémáját nem lehet látni. Ön arról beszélt egyébként, hogy milyen Kánaán van vidéken. Hány száz vagy hány ezer kilométer utat újítottak fel országszerte? Csak éppen, hogy azt hagytak ki belőle, hogy több utat építettek, mint a rómaiak, mert már lassan ott tartunk. Államtitkár úr, kérem, én nem bíráltam a kormányt. Én a feladatokra hívtam fel a figyelmet. És higgy el, a vidéken élő emberek számára ezek kiemelt jelentőséggel bíró feladatok, a jövőre nézve, az életükre nézve, az életterükre nézve, és a családjuk életterére nézve is. Hamarosan jön egy újabb kampányidőszak. Kampányról kampányra mindig megígérik ezeket az útfejlesztéseket, amikről ön most beszélt. Én arra kérem önt és képviselőtársait, most ne ígérjék meg, egyszerűen csak csinálják meg. Köszönöm szépen.